A rockzene nagy klasszikusai csendültek fel szombaton a Boncidai Bánfi kastélyban. Az eseményen közel 200 hivatásos és amatőr zenész lépett fel. A rockzene kedvelőinek óriási élményben volt részük, hiszen a nyelvi korlátoktól függetlenül a közös zenélésen volt a hangsúly. Az élő zenéjé és a felhőtlen örömé volt a főszerep szombaton a Boncidai Bánfi kastély udvarán, hiszen újra összeállt Közép-Európa legnagyobb zenekara. Az iskola alapítvány támogatásával és szervezésében első alkalommal érkezett Romániába a City Rocks, ahová elsősorban Romániából és Magyarországról érkeztek énekesek, zenészek. Ez az első alkalom, hogy részt veszek. Annak ellenére, hogy követtem az eseményt, nem tudtam a többi alkalomra elmenni. Ez a legelső, de valami rendkívüli érzés. Gajda Ferenc, az esemény főszervezője úgy fogalmazott, a zenészek számára egy egyszeri és megismételhetetlen alkalom egy ilyen flashmob, hiszen lehetőségük nyílik magas színvonalú örömzenélésre. 2017-ben kezdtük el ezt a flashmob rendszerű csodát, amit mi nagyon élvezünk. Reméljük, hogy itt Boncidán is nagyon fogjátok élvezni. A kicsik és nagyok körében egyaránt népszerű rendezvényt nem csak a zenészeket, hanem a rockzene iránt érdeklődőket is Boncidára vonzotta, ahol a szervezők a közösségi élményre fektették a hangsúlyt. Az eseménynek pedig jótékonysági célja is volt. Így jött az ötlet, ha már kulturális rendezvény, költöztessük ki Boncidára, és a közönség által megvásárolt jegyekből befolyó bevételt adományozzuk mi is az iskola alapítványként a kastély felújítására. A közel 2 órás koncerten a fellépőknek 12 dalból álló repertoárt kellett eljátszaniuk, de a közönségből is bárki csatlakozhatott, hiszen óriási kivetítőn mindenki számára elérhetőek voltak a dalszövegek.